ember számára Isten nagy ajándéka, hogy a karácsony mindig hitel. Akár hóval köszöntve, akár anélkül, éjszakája és hajnalán sohasem jó hontalan vándornak lenni. Hontalan vándorok pedig mindig voltak, és mindig lesznek. Kezdve Bethlehem éjszakájától, folytatva a sort Andersen Kopenhágáján, a 20. század végének Budapestén keresztül, egészen az idők végezetéig. És mindig lesznek hozzánk hasonló emberek, akiknek karácsonyi játék után van hova hazamenni, akikre meleg lakás, meleg ételek és becsomogolt ajándékok várnak. Megpróbáljuk ma megjeleníteni a túloldalt. A decemberi évben dergő, ajtókon kívül rekedt Máriának és Józsefnek világát. Akik kopogtatnak ajtókon, vagy már nem is kopogtatnak. Akik nyomorúságukban visszarettentő külső és belső valóságukban mégis hordoznak valami az újszülött Jézusból. A kis csupáros lány bennünk is bennünk keres, fordékája pedig maga az evangélium, az isteni megváltó, megkönnyörült váltó és megszületett egy istálóban. Még csak az kéne, rossz kedvembe feltalálnám gyűjteni ezt az egész világot.
a nápa csak megtetszett. Olyan hatalmas, hogy jó lesz feladni valakinek jelentőt. Ne! Állj meg! Ez a nagy hovaszkocsa! Semmi más emlékem nincs róla ezen kívül! Sötét az ég, és kihalt a város, csak a szél süvít a föld.
hagyjuk hamarabb. Otthon nagyon meg fognak kelleni. Szállást kerestünk, de sehol sem fogadtak be minket. Nézd meg a kisfiamat. Tudod, nem rég született, és én nagyon félek, hogy megfázik. Nagymamám, várj! Ne siess róla. A nagymamát minket küldött, hogy akarod magunkkal lenni. Már régóta várt téged, és mi is várunk benne. Látod, a fiam rád nevet. Köszönj a lányat, amit adtál neki. Igazán magatokkal visztek? Igazán. Yeah.
Köszönöm.